Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. Köszönjük ismét a hallgatókat, az utolsó órájába fordul a Millás reggelét, a 90.9 Jazzin, március 21-én szerdán reggel 9 óra 18 perckor a stúdióban Ács Gábor. És Gede Balázs. Jaj, megettem az 1000 forintos szendvicsemet, és marha elégedett vagyok, úgyhogy most hátra dőlök. És nem fájt? De, megvenni fájt. Megenni már jó volt, és próbálok elvonatkoztatni. Attól beszéltünk a Michelin csillagos benzinkutas szendvicsekről. Hát képzeld el, hogy visszatértem. Úrizálunk. Nagyon kemény vagy. De kifejtetted, hogy a tizedéből készült a házi. Hát én a kilencedét számoltam. De csak már jó megtömtek Párizsival, de... Nem, paprikás szalámi volt benne. Paprikás szalámi volt benne. Igen, utána ja. Még olyan kerül bele, hogy elég egy vagy két. Ezért nem jött ki a tized. Hanem csak a kilenced. Igen. De úgy döntöttem, hogy egy hónapban egyszer-kétszer belefér. Az tényleg jók, na. Ha nincs időd előtte, és... Emészgessék, kérlek szépen. Igen, még emésztem, hogy megérje. Igen, 20-10-909 az SOS WhatsApp számunk, ide várunk infókat a továbbiakban is. Közben azt hiszem, hogy jött esetleg útinfó, ami fontos lehet. Sziasztok, M7-es és M0-as. Ja, az M7-es az M0-asig jó, M0-as M6-asig jó, onnan a sűrű, M5-östől jobb. Ezt írta Vassa. Köszönjük szépen. Aki egyébként még az előzőbbi gázos témához is írta, hogy kikötötte a gázt és hőszivattyút használ, ami nagyon jó. Aztán, itt próbáljuk privátba küldözgetni a Kodály Karandi étkezde. Kis nevét, azt köszöntöm meg egy hallgató, így is van. Úgyhogy nézzük akkor azt a témát, amit ide az óra elejére szántunk, méghozzá az, hogy hogyan változnak az adónemek, hány jogcímen adózunk. Fehér Tamás, a Jalsovszki ügyvédi iroda ügyvédje a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, szervusztok! Na hát, hogyan alakul? Össze lehet-e szedni egyáltalán, vagy lehet-e mondani egy ilyen számot, hogy hány adóforma, tétel létezik hazánkban? Mi a Jalsovszki ügyvédi irodában most már többedik éve teszünk arra kísérletet, hogy összetegyük, hogy hány adó is van Magyarországon. Nyilván ez egy nehéz vállalkozás, mert jól át kell gondolni, hogy mit tekintünk adónak, és nyilván az a módszertan, amit mi a magunkével tettünk, az egyfajta szemléletet, vagy egyfajta módszert ad tükröz, de azért az nagyjából összhangban van a nemzetközi adóelmélettel, és mi ez alapján idén 58 darab adót számoltunk össze Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy lehet ezt többféleképpen értelmezni, vagy érdemes lehet esetleg kisebbeket összevonni, egyféleként feltüntetni, vagy miért ennyire szubjektív az, hogy ki hány adónemet számol meg? Annyiban szubjektív csak, hogy van több olyan jogszabályunk, amelyben több adó típus koncentrálódik, és adott esetben nehéz lehet azt eldönteni, hogy egy adótárgyat, az külön adó nemnek is tekintünk. Csak egy példát mondok, hogy a kedves hallgatók is értsék. Van például a helyi adó törvényünk, ebben elég sok helyi adót nevesít a jogszabály, az iparűzési adótól kezdve az építményadón át, telekadó, stb. Például az építményadót és a telekadót elkülönült adónak tekintjük, de pont idén január 1-től az építményadó keretében bevezették a közkeletűen csak plakátadónak nevezett adót. Ez egyébként a reklámhordozókat terheli, vagy terhelheti önkormányzati szinten, és például azon el lehetne egy kicsit mélázni, vagy vitatkozni, hogy most ezt a plakátadót mi külön adónak tekintjük-e, vagy pedig az építményadó részének. Aha. Mi egyébként speciál ezt az adót nem tekintettük külön adónak, két okból sem, egyrészt maga a jogszabály és az építményadó keretében szabályozza,
Másrészt pedig mind az adó alapja, ami tulajdonképpen egy területi alapú adó, mint pedig a tárgya, ami szintén egy ingatlan, az elég szoros összefüggést mutat az építményadóval, vagy az építményadó többi részével. Viszont ez például lehetne egy olyan pont, amire valaki azt mondja, hogy hát én ezt külön adónak tekintem. Tehát ilyen bizonytalanságok azért vannak, de azért mi próbáltunk nagyon következetesek maradni, ugye most már évről évre, és talán ez a legfontosabb, mert így látszik, hogy lehet összehasonlítani a változást. Igen, és ez lenne nyilván a következő kérdés, hogy ez az 58 adó nem, amit összeszámoltatok. Ja, és itt ez nagyon fontos, ugye, hogy tehát ez, itt az összes adó nem, tehát ez nem nincs szétszedve vállalati, meg magánszemély, meg... Nincs. Jó, ez az összes. Tehát akkor abban maradtunk, hogy ezt nagyjából, vagy nem nagyjából, hanem évek óta ugyanazzal a metodikával számoljátok, kalkuláljátok, összegzitek. Mi a megfigyelhető trend? Mit mutat ez az 58? Ha nagyon messziről nézem, vagy nagyon messziről tekintem, akkor amióta számogatjuk az adókat, akkor arra inkább azt mondanám, hogy stabil a trend, illetve stabil a számuk. Tehát hol kiesnek, hol bekerülnek újra. Így van. Összességében egy nagyon alacsony mértékű csökkenés azért megfigyelhető. Tavaly is egyel kevesebb adó nem lett összességében, és idén is egyel kevesebb lett. De például az idei az úgy lett tulajdonképpen kevesebb, hogy az energiaadó az bekerült a jövedéki adó, az új jövedéki adó törvénybe. Ugye megint csak ezen el lehetne gondolkodni, hogy most akkor az energiaadót még mindig külön adónak tekintsük el. Mi ezt azért nem tettük, mert egyrészt bekerült a jövedéki adó keretében, másrészt azért is, mert az az EU-s jogszabály, ami megteremti a jövedéki adóztatásnak a keretét, az maga is így operált, tehát az energiát szintén a jövedéki termékek közé sorolja. Az elvonás mértékét tekintve nyilván mindig az áfa vezet, de alapvetően mi a rangsor, vagy ott van-e esetleg változás, vagy mi a dobogós másik kettő, nem tudom, valahogy érzékeltessük, hogy milyen mértékű elvonásokról van szó. Talán úgy tudnám érzékeltetni, hogy 2017-ben a központi költségvetés összes bevétele kb. 13 ezer milliárd forint volt, ez nem csak adókból származik egyébként, és ebből több mint 3500 milliárd forintot tett ki az ÁFA. Tehát az látható, hogy ezt a valamilyen kontextusba helyezzem. Például a társasági adó, ami szintén egy elég közismert adó, nem, az ehhez képest valamivel több mint 600 milliárd forintot tett ki, és mondjuk a személy jövedelemadó az 1900 millió milliárd forintot, de például, ami szintén egy közismert adó, nem, az illeték, amiben persze sok minden benne van, olyan rész is az illetéknek, amit mi nem tekintettünk adónak, abból összesen 173 milliárd forint folyt be. Tehát azt kell látni, hogy az látható, hogy az ÁFA az nagyon-nagyon komoly arányjal képviselteti magát az adóbevételek között, egyre növekvő mértékben egyébként, és ez bizonyos szempontból természetesnek is tekinthető, hiszen nagyon magas az ÁFA kulcsunk, nemzetközi összehasonlításban is. Ugyanakkor a trend, amit látunk, az, hogy nőnek az ÁFA bevételek, miközben elég markánsan egyébként, nőnek az ÁFA bevételek, miközben ugye az általános mértéke már nem növekedik jó pár éve, tehát 27% már jó pár éve, viszont egyre nő a kivételeknek a száma, tehát ugye egyre több a kedvezményes mérték alá sorolt termék, és úgy tűnik, hogy ezek köre egyre növekszik, és ennek ellenére nőnek az ÁFA bevételek. Igen, ehhez kellett már részség, ugye erre szokták azt mondani, hogy ott, ahol esetleg a szürke zóna túl nagy, ott ugye a tisztulás során a csökkentett adóval is magasabb bevételt lehet elérni, csak hát ezt egyszer meg kell merni, lépni, és ez most úgy látszik, jól sikerült. Igen, szerintem ez ennél összetette, tehát biztos, hogy volt tisztulás is, pusztán csak az adómérték csökkenés miatt, bizonyos termékkörökben ez teljesen nyilvánvaló. Ugyanakkor most az látszik, hogy az ÁFA beszedési hatékonysága azért is növekszik, mert gyakorlatilag
az utóbbi években a technológiai fejlődést használta fel arra, egyébként szerintem nagyon helyesen a kormányzat, hogy növelje az áfa befedésének a hatékonyságát, tehát hogy gondolhatunk akár az online pénztárgépekre, az EKR-re, vagy akár nyilván majd idéntől lesz az online számlázás. Tehát ezek olyan lépések, amelyek növelik a befedés hatékonyságát, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy úgy tűnik, hogy a fogyasztás is nő, és az infláció is egy picit beindul. És az infláció is, persze. Uh-huh. Tehát ezek összességében világos. Oké, elfogyott az időnk, de nagyon köszönjük ezt a kis áttekintést, okosabbak lettük, azt majd megnézzük, hogy jövőre hogyan alakul, hát ha megint kiesik egy elem és egyszerűsödik az életünk. Köszi szépen még egyszer, jó munkát, szép napot. Nincs mit, én is köszönöm, sziasztok. Fejér Tamással, a Jansovszky ügyvédi iroda ügyvédjével beszélgettünk.